A Wacken Opera Fesztivál az egyik legrangosabb metal fesztivál a világon. Most már 32 éve szervezik egyébként a németek, és a 2000-es évek elején kezdték a tehetségkutatót a Wacken Metalbe tehát szervezni, amiben Magyarország 2013-ban csatlakozott be először. Minden évben, majdnem minden évben küldünk ki zenekart, viszont a legjobb eredményt azt 2019-ben értük el, amikor az Arhaik zenekar kijutott, és második helyzetet ért el. 30 ország ellen kellett küzdeni. Jelenleg új lemezünket próbáljuk minél jobban bepromotálni koncertekkel, fesztiválokkal. Terven van, hogy készítünk, most már eléggé a finishben van saját bakelitet is az új lemezhez. Hát a magyarországi bekerülés az úgy történik, hogy számtalan zenekar tud 4 számot beküldeni, ebből válogatnak ki 10 olyan zenekart, aki aztán élőbe föl kell, hogy lépje, fél órát tud mindenki játszani, aztán a zsűri is szavaz, illetve a nézőközönség is. És annak a győztese tud kikerülni magára a Wacken Fesztiválra Németországba. Ugye mi bekerültünk az első fordulóba, és aztán játszottunk élőbe is, és aztán rengeteg jó zenekar közül végül is minket választotta meg elsőnek, úgyhogy nagyon boldogak voltunk, és hát így kerültünk gyakorlatilag a magára a Wacken Fesztiválra. Óriási élmény volt, sok gratulációt is kaptunk, és hát gyakorlatilag nagyon vártuk, hogy mi vár ránk odakint. Az utolsó pillanatban egy hatalmas eső jött, hatalmas vihar volt, és elmosta az egész fesztivált, úgyhogy 125 ezer embert ki is ürítették a fesztiválról. Majd jött egy telefon, hogy mégis játszhatunk, de megvágott időt sajnálatosan. Ugye 20 percünk volt a színpadon, úgyhogy 20 perc alatt kellett megmutatni azt, hogy mi mit tudunk. És ahogy a magyar produkció is elnyerte, a magyar forduló is elnyerte a tetszését a közönségnek, illetve a zsűrinek, kint is megszavazták a második legjobb produkciónak az Arhaikat. Úgyhogy hatalmas meglepetés volt, hihetetlen élmény, elképesztő. Gyerekkorunk óta követtük a Wacken Fesztivált, úgyhogy számunkra az, hogy ott voltunk, illetve ilyen jó szereplést hoztunk el, hát ez hihetetlen volt. Hát velünk volt egy magyar zászló is, amit jótékony célra fel is ajánlottunk későbbiekben. Ezt a magyar zászlót rengeteg ember írta alá, együttes, neves zenész, úgyhogy ez külön egy extra ajándék volt mindenki számára.